ma beszéltél egy kicsit a félelmeidről. Nézd csak! Az ember szerintem tök sok mindentől félti. A gyerekét, amúgy saját magát is. Szerintem, amikor beülsz az autóba, onnantól kezdve már nekem jönnek a hülye gondolatok, neked meg főleg jönnek a hülye gondolatok. Sok nagy dolgot megúsztam már. Kétszer már volt nagy autóbalesetem, még fiatalon. Azt mind a kettőből kiszálltam teljesen sértetlenül, meg rengeteg f***ot csináltunk annak idején Ózdon. Egy időben motorral jöttem, csak utána le kellett tegyem a motort, mert nem lehetett balesetem, meg semmi. Úgy volt, hogy veszek is egy motort, mert egyébként nagyon jó feelingje van a motorozásnak. De aztán rájöttem, hogy nem szabad, mert meghalok. És abban a pillanatban, amikor pont az járt a fejembe, hogy vegyem, ne vegyem, lezárás az úton, és egy motoros feküdt meg a szélén az útnak. És akkor azt mondtam, hogy ez valami isteni jel. Felhasználok félelmeket, meg felhasználok szorongásokat, meg olyan dolgokat az életem, ami negatív, azt mind felhasználom akkor, amikor dalt írok, de hogy nem feltétlenül abban a tartalomban használom fel. Én nekem az a film, hogy bajuk van. Az, hogy olyan bajuk lesz, hogy valami, nem tudom, betegek lesznek, vagy balesetük lesz, vagy valami olyan dolog történik, aminek nem szabadna történnie soha senkivel. Főleg nem egy gyerekkel. Nekem ez egyetlen félelmem. Jó, de hát ez mindenkinek szerintem. A gyerekével való, tehát az, hogy probléma van a gyerekével, baj, hát az valami olyan, mindig azt gondoljuk, hogy olyan miénk kell azért, ez persze azok is azt gondolják, akiknek baj van, baj történik a gyerekével, de hát hogy ez szerintem nekem ilyen extrán, tehát én extrán élem meg ezeket a dolgokat. De én amúgy is egy ilyen szorongó csávú vagyok abból a szempontból, hogy én a világ eseményein is szorongok. Tehát amik történnek. Hogy ilyet? Akár a orosz-ukrán konfliktuson, akár ahhoz, hogy mi lesz, hogyha Trump lesz a Amerikai Egyesült Államok elnöke, és tényleg ki akarja léptetni a NATO-ból az Egyesült Államokat, azon, hogy mi történik Izraelben, az, hogy Gázában. Legjobban a klíma ijeszt meg egyébként. A klíma is megijeszt. Bocsáss meg, hogy közbeszólok, csak azt akarom kérdezni, hogy vannak-e terveid ilyen értelemben ezekre a félelmekre valóan? Vannak-e vészforgatókönyveid? Mit tennél, hogy a gyerekeid jól élhessenek? Nem anyagilag, hanem hogy egyáltalán. Az vagy az én félelmeim, amik, én mindig azt mondom, hogy ha abból tré van, amitől én félek, akkor az mindegy, hogy... Tehát akkor, akkor vége a világnak. Tehát, hogy akkor abból baj van. Tehát azt nehéz helyrehozni. Na de te, aki egyébként mindent... Mit tennék meg? Hát azon kívül, hogy van tartalékom mindenféle pénznemben, az, hogy befektetek akár órában is pénzt, amit tudom, hogy értékállóbb, mint hogy a 20% meg 25%-os inflációval megkeresett pénzedet jövőre tényleg elkölteni se tudod már, meg hogy ezeket a dolgokat megteszem. Én nekem ezen kívül nincsen nagyon olyan dolog, amit... Tehát az már szerintem sok lenne, akkor már tényleg nagyon szoronganék, az már kicsit ilyen paranoid is lenne szerintem, hogyha... Olyasmibe fektetsz, amit meg lehet fogni, és lehet vele szaladni egyébként? Is. Tehát ingatlanba is fektetek, de az ingatlannak az egyetlen, hogy az itt van. Tehát, hogy azt nem tudom, ha jön egy gép, ami lebombázza, akkor azt elmehetsz vele panaszra a jóistenhez. Van olyan is, amit be tudok tenni szépen a zsebembe, van olyan is, amit tudok mozgósítani, van befektetés is, tehát minden olyan dolog van, amivel én megpróbálom jobbá tenni ezt a dolgot, de ez nem zárja ki azt, hogy azt a részét, amit kérdeztél, de hogy a gyerekeknek baj lesz. De van még egy nagy tőkéje az embernek, ugye a saját maga, ugye ez az emberi erőforrás. Ugye a gyerekeidnek is az a legjobb, hogyha te sokáig élsz, sokáig vagy egészséges, sokáig érzed jól magad a bőrödben, sokáig vagy sikeres. Magadra hogy vigyázol? Hát ott is azt tudom megtenni, hogy odafigyelek arra, hogy például hát a mentál higiéniára azt oda lehet figyelni, de az is egy olyan dolog, hogy abban sem tudsz feltétlenül olyan következetes vagy rendszeres lenni, ha olyan életet élsz, mint mi. Tehát, hogy én például azt mondom, hogy szeptemberben lezáródik a zenekar életében egy időszak, és áprilisban jön újra elő. Tehát, hogy én nem megyek el fellépni szeptembertől áprilisig, talán van egy-kettő olyan évvégi rendezvény, ami nem tudom, nagy cégeknek olyan karácsonyi rendezvény, amit nem lehet kihagyni, mert... Egy orvostól hallottam azt a mondatot, hogy a genetika betölti a fegyvert, az életmód meghúzza a ravaszt. Ez így van.
És hogy itt a reklámszünetben azon kívül nagyon kedvesen meghívtál, menjünk el együtt tornázni valahova, ami nagyon megható, el fog menni. Azon kívül azt is elmondtad, hogy azért neked vannak fizikai és mentális tüneteid is attól, hogy ilyen stresszes életet élsz. Tehát, hogy rád jönnek mindenféle dolgok, és te is meglepődsz azon, hogy az emberi test hogy küzd meg ezzel. Persze. Hát ez azért nekem egy... Tehát azzal szembesülni, amikor tudod, van ez a fiatal lét, ami mit tudom én, ilyen krisztusi korig tart, ez a 33, 34, 35, 36 éves korig, nekem például addig tartott, hogy van ez a fiatalkori, majd én megmutatom lét, és aztán rájössz, amikor jön valami olyan pofon, legyen az betegség, vagy valami, amikor teljesen ilyen life change-be kell átmenned utána, hogy talpon tudj maradni, akkor azért ott elgondolkozol azon, hogy ez hogyan tovább. És nekem azért sokszor van ilyen, hogy kihajtom magam. Most is egy olyan időszakban vagyok egyébként, hogy az augusztus 15 bulival a hátam mögött. Ezt mondtam is neked, mikor dumáltunk telefonon, hogy hallani a hangodon is, hogy túl vagy terhelve. Persze. Uh-huh. De hát ez allergia, túlterheltség, koncertek, tehát ebben minden benne van. De hogy alapjában véve, azon felül, hogy én heti 4-5-ször edzek, mozgok, azon felül, hogy minőségi ételeket próbálok bevinni magamba, ezen felül én nem tudok mit csinálni, még talán spiri nem akarok lenni, aki a merkurálásához függően eszik meg. Pedig az is jól állna neked szerintem.